Három aranyérmet és két olimpiai kvótát szereztek a magyar sportlövők az indiai Új Delhiben megrendezett világkupa versenyen. Pén István a férfi légpuskások 3x40 lövéses összetett számát meggyerve biztosította a kvótát. Míg Major Veronika sportpisztolyban és légpisztolyban is ellenállhatatlannak bizonyult. A sportági és mobos vezetők itthon szinte együtt rezdültek sportlövőinkkel. Az igen hosszúra sikeredett hazaút után megtudtuk, hogy Major Veronikát milyen tárgy segítette az aranyérmekhez, és azt is, hogy Péni István nem zárta a szívébe az Új Delhiben tevékenykedő bírókat. Az év elején sportlövőink többségénél az SZEKI Európa Bajnokság hazai válogatóversenyei álltak a középpontban. Ezeket követően sem eshettek ki azonban a ritmusból, hiszen a nyakukon volt a világkupa sorozat Új Delhi állomása. A viadal tétjét emelte, hogy olimpiai kvótát is lehetett szerezni rajta. Versenyszámonként két kvótaszerző lesz, tehát ideális esetben az arany és az ezüstérmes, de előfordulhat természetesen, hogy olyan versenyzők végeznek az élen, akik már a csangoni világbajnokságban szereztek olimpiai kvótát, akkor ők lefelé tolják ezt a pozíciót. Az edzőtáborban megszólaltatott Major Veronika bizakodva tekintett a ráváró megmérettetések elé. Szerintem nagyon jól haladunk a felkészüléssel, és most úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok. A sportpisztolyos versenyszám is most az edzéseken nagyon jól megy, illetve a légpisztoly is nagyon jól megy, úgyhogy remélem, hogy a világkupán minél jobban szereplek majd, illetve az Európa-bajnokságon is ugye légpisztolyjal majd megpróbálok a lehető legjobban szerepelni. India nem a szomszédban van. Ráadásul az ottani körülmények kételyeket vethetnek fel egyesekben. De a szövetségi kapitány szerint emiatt nem kellett aggódni. Az egészségügyi stáb felkészítette erre a körülményre a versenyzőket, tehát ebből nem lesz gond. Azt gondolom, hogy az indiai körülmények mindenképpen jól kezelhetők, kiváló a lőtér, a szálloda, ahol lakni fogunk, egy 5 csillagos szálloda, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt a sportolók, és 5 nappal a verseny előtt időzünk el, hogy az idő átállás meglegyen. Major Veronika nem érezte tehernek az olimpiai kvóta megszerzésének lehetőségét. Próbálom mindig kizárni az ilyeneket, tehát nem teszek saját magamra nyomást, illetve hogyha mások megpróbálnak rám tenni, vagy gyakorolni rám nyomást, akkor azt kizárom, tehát én nem érzek magamon olyan nagy felelősséget. Megpróbálom élvezni a versenyt és a lehető legjobban szerepelni. Nem akarjuk lelőni a point, de ez tökéletesen sikerült neki. A magyar válogatott időben útra kelt a világ most még csak második legnépesebb országába, hogy a helyszínen készülhessen még néhány napot a verseny előtt. Új Delhi, India fővárosa, a több mint 16 millió lakosú Delhi egyik közigazgatási kerülete. Itt már 4000 évvel ezelőtt is éltek emberek, az időszámításunk előtti 6. évszázadból pedig már bizonyítékok is vannak arra, hogy állandóan lakott volt Delhi mai területe. Ennek megfelelően a város maga a történelem. Emlékművek, templomok és paloták tucatjait lehet megcsodálni. Delhiben nagy problémát okoz a zsúfoltság és a légszennyezés. A világkupa versenyt azonban az idilli környezetben fekvő Dr. Karni Singh lőtéren rendezték meg. A létesítmény névadója egy korábbi maharadzsa, aki hazája legjobb koronglövőinek számított. Karni Singh volt az első indiai sportoló, aki 5 olimpián is részt vett. A legutóbbi 5 karikás játékok előtt már hagyománnyá vált, hogy Magyarországnak a sportlövők szerzik az első olimpiai kvótát. Most a vitorlázó Berec Zsombor és Érdi Mária gyorsabb volt e tekintetben. Ám a lövőinknél sem kellett sokáig várni az első biztos tokiói helyekre.
konkrétan az indiai világkupa vasárnapi versenynapjáig, amely számunkra aranyvasárnap lett. Kezdjük a férfi kisöbű szabadpuskások 3x40 lövéses összetett számával, amelynek döntőjéről Péni István lemaradt a tavaly szeptemberi világbajnokságon, és az alapverseny most sem ment könnyen, az utolsó lövésnél muszáj volt 10-est lőnie. Három olasz, két dél-koreai, egy orosz és egy norvég társaságában készülhetett a döntőre, amely elég szerencsétlenül kezdődött számára. A mellette elhelyezkedő olasz lövő zászlója ugyanis belelógott a saját táblájába. A bíró viszont nem állt a helyzet magaslatán, és véletlenül nem az olaszét, hanem Péni zászlóját tette arrébb. Mégpedig úgy, hogy a magyar lövő nem látta tőle a tábláját. A közjáték meglátszott az első lövésein, amelyek nem sikerültek a legjobban. Olyannyira nem sikerültek, hogy ez rányomta a bélyegét a döntő teljes nyitó szakaszára. A térdelő helyzetben leadott 15 lövés neki ment a legrosszabbul, így a 8., azaz utolsó helyről vágott neki a folytatásnak. Ez azonban nem törte meg, csak azért került padlóra, amiért a többiek is, a fekvő testhelyzet következett, amely ezen a napon neki is a szó átvitt értelmében is igazán fekvő testhelyzet volt, hiszen parádés sorozatot produkált. Egymás után lőtte a 10,7-es és 10,8-as eredményeket, és ennek köszönhetően egészen a második helyig jött fel. Csak az olasz Marco de Nicolo állt előtte 30 lövés után, így bizakodva kezdhetett neki az újabb pakolásnak és átszerelésnek. A különböző testhelyzetekhez különböző beállítások szükségesek. Ezeket az ilyenkor rendelkezésre álló néhány perces szünetben végzik el a versenyzők a fegyvereiken. Persze nem puszta kézzel, ezért mindenki magával viszi a kis szerszámos ládikáját, és az ezekben található eszközökkel aztán gyakorlott mozdulatokkal hajtja végre a módosításokat. Az álló szakaszt két ötös sorozattal kezdte a 8 finalista, és a 10 lövés végén a két legkisebb pontszámmal álló fejezte be a versenyt. 8. a 20 éves olasz Marco Suppini végzett, akinek technikai probléma miatt gyakorlatilag esélyesen volt a folytatásra. A 7. a szám londoni olimpiai ezüstérmese a dél-koreai Kim Jong-hyun lett. Hatan maradtak tehát versenyben, és ezt követően már csak egy-egy lövést adtak le minden sorozatban. A legrosszabbul álló pedig búcsúzott. A 43. lövés után az olasz Lorenzo Bacci hagyta el a lőállást, amivel biztossá vált Péni István dobogós helye. Ami azonban sokkal fontosabb, hogy az olimpiai kvóta is. A világkupa versenyeken alapból csak az első két helyezett kap kvótát, ám mivel a legjobb háromban lévő Sergej Kamenski már szerzett korábban, Péni és az olasz De Nicolo is örülhetett magában. Az első helyért végül a magyar és az orosz adott le egy-egy lövést. Kamenski egy tized körrel jobban állt, de a 45. lövés Péninek sikerült jobban 2 tizeddel. Így minimális különbséggel az aranyérmet is begyűjtötte az olimpiai kvóta mellé. Az indiaiak nem adtak vízumot a szomszédos Pakisztán két versenyzőjének, ezért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaminősítette a férfi gyors tüzelő pisztolyosok számát.
Ezen tehát nem lehetett olimpiai kvótát szerezni. Minket ez nem érintett, mivel ebben a számban nem voltunk érdekelve. Nem úgy a női sportpisztolyosok versenyében. Ebben szerencsére osztottak kvótákat. Csonka Zsófia és Sika Renáta sajnos az alapverseny szombati részében ellőtte magát. Major Veronika viszont remek teljesítménnyel zárt. A vasárnapi 30 gyors lövést pedig még jobban teljesítette, és 591 körös összteljesítménnyel elsőként jutott a döntőbe. A döntőbe bejutó 8 versenyző 5-ös sorozatokat lőtt, először 4-et egymás után. Az így leadott 20 lövést követően az utolsó helyen álló tájföldi hölgy számára véget ért a verseny. Fontos megemlíteni, hogy ebben a versenyben nem a lövések abszolút értéke számít, hanem egy 10,2 vagy annál magasabb körösek érnek találatot. Major Veronika az első 4 sorozat után 13 találattal 5-ös holt versenyben a második helyen állt. A folytatásban minden 5-ös sorozat után kiesett a legrosszabbul álló, ám ez a veszély nem fenyegette Majort, aki ihletett formába lendült. A hátralévő 30 lövésből nem kevesebb, mint 27 találatot ért el, azaz csak 3 kísérlete volt 10,2-esnél rosszabb. A hazai környezetben versenyző Manu Bakker kiesésével már csak 4-en maradtak versenyben. Nem csoda, hogy Győrik Csaba is egyre izgatottabban fészkelődött a helyén. Érezhette, hogy nagy dolog van készülőben. Már csak 3-an voltak a lőállásukban, amikor a 9. sorozat után a kínai Chang Ching Ching és az iráni Haniyeh Rostamian 30-30 találattal holt versenyben állt, így szétlövéssel döntötték el, hogy melyiküknek kell beírnie a bronzélemmel. Az idegörlő másodperceket Major Veronika már páholyból nézhette, hiszen 5 pontos előnnyel bejutott a legjobb 2 közé, azaz ő ekkor már biztos olimpiai kvótás volt. Kétszeri szétlövés után végül Chang Ching Ching csatlakozott hozzá, az iráni hölgynek pedig egyelőre nem kell tokiói repülőjegyet foglalni. Major a végső párhazban stílszerűen hibátlanul lőtt, így 7 pontos előnnyel és 40 pontos világcsúccsal nyerte meg az aranyérmet. Nem is olyan rossz egy ilyen fiataltól, aki 4-5 éve nyergelt át a futócéllövészetről a pisztolyos szakágra. Mindezt az olimpiai álmai miatt tette. A futócélt ugyanis levették az ötkarikás játékok műsoráról. Az álom egy nagyon fontos részét már valóra váltotta, de ha így lő a továbbiakban is, akkor egy igazi tündérmese is kerekedhet belőle. A lelátón egymás mellett szurkoló Csonka Zsófia és Egri Viktória már vett részt olimpián, ahogy Sika Renáta is. Ők tehát biztos tudják, mit érezhet Major Veronika. Újabb kvótát már nem szerzett Veronika, aranyérmet viszont igen. 2 nappal a 25 méteren aratott diadala után 10 méteren oktatta a légpisztolyosok mezőnyét. A 60 lövéses alapversenyt negyedikként abszolválta, a döntőben pedig ismét elképesztő teljesítménnyel rukkolt elő. Rögtön az elején alaposan odacsapott riválisainak. Az első 10 lövéséből a legrosszabb egy 9,9-es volt, ami sokat elmond a formájáról. Az összes többi kísérlete 10-esen belül találatot hozott. Ezzel már a nyitó etap után több mint 3 körrel előzte meg a második helyezettet is.
Ezt követően két lövésenként folytatták a versenyt. A 12. lövés után pedig minden második sorozat végén elbúcsúzott a legkisebb pontszámmal álló. A major mögötti helyeken ide-oda ugráltak a finalisták. Ő azonban vissza sem nézett az első helyről. Tovább száguldott az arany felé. A maradék 14 körben csak két lövése volt 10-esnél rosszabb, egy 9-es és egy 9,1-es. Amikor már csak hárman maradtak versenyben, a tajvani Wu Chia-ying és a dél-koreai Ki Bo-mi az ezüstérmet célozhatta meg. Az arany ugyanis már szinte a mi lövőnk nyakában lógott. Major Veronika 245,1-es végeredménnyel zárt, így kevesebb, mint két körrel maradt csak el a szerb Zorana Arunovic világcsúcsától. Ebben a számban sikeren át a 44., míg Egri Viktória az 50. lett. A többi magyar közül talán Sidi Péter volt a legbal szerencsésebb, hiszen a légpuskások 50 méteres összetett számában 11. lett. Majd 10 méteren már-már a döntőben érezhette magát, ám egyetlen tizeddel végül kiszorult a legjobb 8 közül. Ebben a számban Péni a 11. helyen végzett, még a tavalyi ifjúsági olimpiai bajnok Pekler Zalán a 23. lett. A női kisöbő sportpuska 3x40 lövéses összetettjében Horváth Lea 1169 körrel a 14. helyen zárt. Csupán 2 pontra volt a döntőtől, ami igen szép teljesítmény a fiatal lövőtől. Toma Dorina a 34., Gáspár Lalita a 60. helyet szerezte meg ebben a számban. Tátrai Miklós légpisztolyban a 17. lett, így nem jutott döntőbe. A vegyes csapatok versenyében a magyar indulók közül a légpisztolyos Tátrai Major 2 szerepelt a legjobban, de a 8. helyük nem ért döntőt. A légpuskásoknál a Péni Horváth duó a 16. helyet szerezte meg, míg Sidi és Gáspár párosa a 21. lett. A kínaiak 10 érmet nyertek, ám a magyarok a 3 arannyal, az indiaiakkal holt versenyben az éremtábla első helyén zárták az Új-Delhi világkupa versenyt. Ha pedig már annyi szó esett a tokiai kvótákról, ne feledkezzünk meg Dávid Krisztináról sem, aki az Egyesült Arab Emírségekben megszerezte a magyar sportlövők első tokiói paralimpiai kvótáját. A már említett indiai-pakisztáni ellentét a mieink hazautazására is hatással volt, de a szülők a késői órán is ott voltak Ferihegyen, ahogy a stábunk is. Sajnos ugye késett a gép egy incidens miatt, ami Pakisztán és India között történt meg, ezért kerülnünk kellett, nem mehetünk át Pakisztánon, Pakisztán légterén. Emiatt lekéstük a moszkvai csatlakozást, úgyhogy 11 órát vártunk a repülőtéren, mire elindulhattunk haza. A repülőtéren megtudtuk, hogy Major Veronika remeklésében az új szemüvege is nagy szerepet játszott. Hát nagyon sokat segített az, hogy láttam, hiszen nagyon sokat romlott a szemem az elmúlt vizsgálat óta, 2 dioptriát, úgyhogy nem vettem észre eddig, hogy nem láttam, de most, hogy körülbelül egy hónapja megvan, 2 hónapja megvan az új, így most már nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy tökéletesen tudjak célozni. Hogy a sportlövészetben is gyorsan közönség kedvencé lehet válni, arra Veronika esete a legjobb példa. A döntőben, amikor a közönség reakcióit figyeltem, ami nem teljesen igaz, hiszen csak hallottam, nem figyeltem őket, akkor egy kis megdöbbenést éreztem, hogy nem gondolták volna, hogy ez így fog történni, de utána a közösségi médiában, telefonon, e-mailben mindenhol kaptam a gratulációkat és az üzeneteket, aminek nagyon örülök és nagyon köszönöm őket. Utána pedig a légpisztolyos versenyen pedig már a közönségen is érződött, hogy szinte mindenkinek nekem drukkolt, hiszen amikor 10-es lőttem, akkor szinte felrobbant a lelátó.
Az indiaiak sportág iránti szeretetét Péni István is csak megerősíteni tudta. Rengeteg üzenetet kaptam, tehát nem is tudom megszámolni, mert hát hiszen Indiában is azért a sportlövészet nagyon népszerű, hiszen az első olimpiai bajnokok a sportlövő volt, és ugye ennek örvendve ott nem is tudom, hogy hány fotót készítettek velem ott az indiai szurkolók. A közvetítésben már említett szélzászlós malőr mellett más is zavarta Istókot, de végül felülkerekedett a problémákon. Az volt a nehézség, hogy óriási fény volt kint, és ez a nagy vakító fény miatt az első pár lövéseimben nagyon küzdöttem is azzal, hogy nem láttam olyan élesen. De utána szerencsére megoldott, és ezt tudtam magam szedni igazából a földről, tehát tényleg 8. helyen voltam a térdelő után, és le is voltam maradva, de mindent beleadva igazából a verseny végéig küzdöttem, és megint sikerült összehozni ezt a bravúrt, hogy utána végén az aranyéremmel tudtam meg kijönni a döntőbe. A szövetségi kapitány elárulta, hogy Major Veronikát az új szemüvege mellett a hatalmas önbizalma is segítette. Precízióban, ugye két napos volt a verseny, az 30 éves precízióban már kiválóan versenyzett, nagyon erős szélben, nehéz technikai körülmények között is mindent hibátlanul oldott meg, attól függetlenül, hogy az eredménye jó vagy nem jó, ez kiváló volt a versenyzés, és másnap a 30 gyors lövés során pedig olyan önbizalommal ment be a bemelegítő szobába, mondtam is, hogy kicsit vegyél vissza, nem fog beférni az önbizalmad, jó értelemben véve. És tényleg nem volt kérdés. Tényleg nem volt kérdés, hogy eszméletlenül jól lő. Az a 298-as gyors még tovább növelte az önbizalmát, és a döntőben ellenállhatatlan volt. Világcsúcsa persze nem számít az ember, az edző sem. Arra igen, hogy sorban fognak kihullani a nagy nevek. Ez egy nagyon erős döntő volt. Ott állt a tavalyi világbajnok, a Rio olimpiai ezüst és bronzérmese a döntőben, meg egy-két világcsúcstartó. Tehát őket verte tönkre Veronika ebben a döntőben. Az indiai sikerek természetesen garantálták a jókedvet a hazai szövetség berkein belül. A főtitkár úrnál arról érdeklődtünk, hogy szerinte minek köszönhetőek a jó eredmények. Annyiban változott néhány dolog, hogy a szövetségi kapitány több olyan edzőtábort hív össze, amelyet most már kitűnő körülmények között a nemzeti lőtéren tudunk megtartani. És mindenki, aki ezeken az eseményeken részt vesz, egy, kitűnő körülmények között van, kettő, télen-nyáron tudunk edzőtáborokat tartani, hiszen a kormányzat kiemelt támogatásának köszönhetően gyakorlatilag egy több mint 700 millió forintos támogatást kaptunk arra, hogy a nemzeti lőtér átépüljön, felépüljön, illetve a pisztolyos rész még átépítés alatt van. Azaz megteremtődött az a felkészülés és versenyhelyszín, ami most már nemzetközi szintű. Új-Delhiben több juniorkorú magyar sportoló is megmérethette magát, és nem vallottak szégyent, bár az ő esetükben nem is ez volt a legfontosabb. Egyértelmű törekvése a szövetségünknek, és így is tesszük, és a szövetségi kapitánynak is, hogy minél több utánpótlás, azaz juniorkorú versenyző is érezze meg, és élje át a nagy versenyeknek az izgalmát, a lendületét, azt a fajta feelinget, amit ott azért különlegesen tapasztal. A másik, hogy rengeteget áldozunk arra, hogy a junior versenyzők is minél jobb felszereléssel rendelkezzenek, ugyanolyannal, mint a felnőttek, hiszen egyrészt rendkívül tehetségesek, másrészt nyilván ők már szinte a jelen, de abszolút a jövő. Ilyen szempontból nagyon tisztességesen megállták, úgy gondolom, döntően a helyüket. Horváth Lea például egészen közel volt a nagy döntőhöz. Junior korba egy úgynevezett felnőtt világkupán már döntő vagy döntő közeli helyzetben lenni az önmagában egy nagyon szép dolog. Erre a legjobb példa például Péni István vagy korábban Egri Viktória szereplése, akik juniorként jutottak ki a Rio olimpiai játékokra. Én azt kívánom, hogy ezek közül a junior versenyzők közül is lehetőleg minél többen szerezzenek kvótát a Tokiói olimpiai játékokra. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, korábbi olimpikonként jól tudja, milyen érzéseket szabadít fel az emberekben egy olimpiai kvóta megszerzése. Nagyon bele tudom magam képzelni, volt sportolóként is, hát ezek
ez a kvóta szerzés időszaka, ez mindenkit rendkívüli módon stimulál. Hogy beszéljek most egy kicsit minden a magyar csapathoz tartozó versenyzőről, tehát ilyenkor, amikor ilyen hírek jönnek, akkor mindenkiben egy kicsit egy melegség, egy kis gyomoridegesség megjelenik. Ugye az emberek irigykednek, de ez a jó leső kedves irítséggel, és én erre pontosan emlékszem egészen a Barcelonai olimpiáig visszamenőleg, hogy milyen érzés volt ezeket a híreket kapni, és azt kell mondjam, hogy a lövész társadalom ilyen szempontból ugye mindig élenjáró, talán az adottságok miatt is, mert mindig az első kvótákat szállítják. Most egyébként érdekes módon ugye két vitorlázó már beelőzött, de így is a harmadik és negyedik kvótát ugye a sportlövészeknek köszönhetjük. Bár több ezer kilométer választotta el őket a verseny helyszínétől, a MOB dolgozói végig együtt éltek az Új Delhiben zajló eseményekkel. Mégiscsak egy világkupa volt, és vele meg világcsúcsot lőtt, tehát innentől kezdve folyamatos kommunikációs lázban volt az egész stáb, és a híreket azonnal megosztottuk, kiraktuk, tehát nagyon-nagyon együtt pulzáltunk az eseményekkel. Két olimpiai kvóta, három aranyérem megszerzése mellett a világkupa éremtáblázatának élére is Magyarország került. Köszönjük, hogy ellátogattak velünk Új-Delhibe. A világkupa verseny legjobb pillanataival búcsúzunk. Tartsanak velünk legközelebb is!